Jó napot kívánok, hogy mostanáig! Miniszterelnök úr, láthatóan minden demokratikus kontrollját elveszített. Az a kijelentése, miszerint a magyar bíróság arcátlan döntést hozott, azt tanúsítja, hogy nem a bíróságok arcátlanak ebben az országban, hanem maga miniszterelnök. Arcátlan és demokratához méltatlan módon nem érti, hogy a kormányzati főhatalomnak vannak érdemi ellensúlyai a demokratikus alkotmányosság rendszerében, és hogy bár megtehet, hogy nem ért egyet a bíróság valamely döntésével, de ez a minősítés a bírói függetlenség súlyos, elfogadhatatlan megsérülése. 2007-ben Orbán Viktor akkori pártelnök azt mondta, hogy az alkotmánybíróság döntése mindenkinek nézve kötelező. Nincs kibúvó, nincs kiskapu. Ez a magyar demokrácia vastörvénye. Ezt mondta a miniszterelnök. Most 5-6 évvel később, azzal, amit ma a magyar parlament a miniszterelnök határozott kérésére, utasítására, kívánságára tenni kíván, az ennek a vastörvénynek a korlátozása. Hogyha ez megtörténik, azaz, ha a parlament előtt fekvő javaslatot a parlament elfogadja, és azt a köztársasági elnök aláírásával szentesíti, akkor az mostantól kezdve Orbán Viktor definíciója szerint is azt jelenti, hogy Magyarországon megszűnt a demokrácia. Megszűnt, mert eltávolítja a hatalom korlátlan gyakorlásának útjából a legfontosabb ellensúlyt és féket, az alkotmánybíróságot. A köztársasági elnök úr alkotmányban foglalt kötelessége a demokratikus államrend védelme. Ebből pedig az következik, hogy ha az elnök úr teszi a dolgát, a teljesítő kötelességét, akkor a ma elfogadásra kerülő alkotmányjogosítást nem írja. Ez az egyetlen út, hogy megakadályozzuk Orbán önkényének kiteljesülését. Legyen világos, olyan szabályokat kíván a parlament most alkotmányba foglalni, amelyeknek tartalmi alkotmány ellenességét mondta ki az alkotmánybíróság. Nem formai okokra hivatkozva, nem eljárási okokra hivatkozva, hanem hosszú indoklásban azt elmagyarázva, hogy a röghözkötéstől a kampányszabályok egy részéig miért alkotmányellenes az a szabályozás, amelyet most, akkor használjuk újra Orbán Viktor szavait, kiskaput és kibúvót keresve mégiscsak alkotmányra kívánnak foglalni. Ugyanis uraim, a demokratikus koalíció szimpátiával figyeli a megújuló civil ellenállást. Ez reményt ad arra, hogy a magyar választók egyre növekvő sokossága érti, hogy mi történik az országában, mi történik saját hazájában. De azt is látjuk, hogy ezek a tiltakozások, bármennyire szimpatikusak és bármennyire hitelesek, egyelőre még nem késztették meg hátrálásra a magyar hatalmat. Éppen ezért minden korábbinál nagyobb erővel tör fel az igény, hogy a sokszínű töredezett ellenállás mielőbb egyesüljön. Természetesen az ellenzéki oldalon sok vita van az ország jövőjét illetően. De úgy látom, hogy abban már nincsen vita, hogy Orbán önkényével szemben mindannyiunknak kötelessége felépni. Addig a pontig, hogy ennek a hatalomnak távoznia kell, úgy látom, hogy egyetértés. Látva e napok és hetek történéseit, azt gondoljuk, hogy március 15-ét
a demokratikus ellenállás kezdőnapjává kell tenni. Arra hívjuk a választók sokaságát, hogy mutassák ki az Orbán rendszerével való ellenállásukat, mutassák meg a különböző demokratikus mozgalmak iránti támogatásukat, hogy Budapesten a különböző demokratikus ellenzéki pártok rendezvényein, majd később, 5 órakor a Kálvin téren a pártok részvételével tartott első nagy közös megmozduláson legyenek jelen. Mutassa meg a demokratikus sokaság az erejét. Arra biztatunk mindenkit, hogy keressen utat a demokratikus ellenállás gozpontjaihoz, szervezeteihez, mozgalmaihoz. Arra kérünk mindenkit, hogy ne maradjon csendben, hogy vegye észre, hogy semmi más nem tudja Orbán Viktor megállást készíteni, csak a demokraták minden korábban nagyon kérdezik. A demokratikus koalíció 15-én saját színpadán, az Egyetem téren arról fog beszélni, hogy hogyan szervezhető meg ez a demokratikus ellenállás, hogyan kényszeríthető visszavonulásra Orbán önkénye. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, ha van kérdés, ebben mára szívesen válaszol. Parancsoljon. Civil tüntetésében rendre felteljük, hogy külön hangsúlyozzák, hogy a politikától függetlenül működnek, hát ebben ellenmondás szerint ez a hajbenon ellenmondás között ugyan tudja mondani. Én értem a civilek tartózkodását a pártpolitikától. Értem, mert nagyon sokan érzik úgy, hogy a magyar politika cserben hagyta a választókat. Hát ezzel együtt mi választók egymásra vagyunk utalva. 2014-ben Orbán rendszerét nem civil szervezetek, hanem politikai pártok fogják tartani. De azt is érzem, hogy meg látom, hogy oldódik a korábbi tartózkodás. 15-én először az elmúlt évek után a Kálvin téri megmozdulást szervező civilek hívják a politikai pártokat. A politikai pártok saját rendezvényei után oda fognak vonulni a Kálvin térre saját zászlaikat. Ez fontos. Még nyilván tudják, ma délutánra a Kossuth térre újabb civil tüntetés szerveződik. Akik szervezik, azok megkeresték a politikai pártokat, bennünket is, hogy menjünk, hogy támogassuk őket, hogy mozgósítsuk saját aktivistáinkat. Azaz, azt látom, hogy elindult egy olyan folyamat, amelytől várható, hogy jövő tavaszig olyan átfogó, széles együttműködés jöhet létre a demokratikus civil mozgalmak és a demokratikus ellenzéki erők között, mely összességében biztosítani lesz képes Orbán ellenállására. Ezzel együtt türelmesnek kell lenni, nem szabad tolakodni, és valóban el kell kerülni a látszatot is, hogy nem kívánt módon politikai pártok rátelepednek szintén az Orbánban. De az idő az összefogással dolgozik, azt gondolom. Köszönöm szépen!